Kedves közönségünk, kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Külön köszöntöm Búza Ernőt, a Vekerle Sándor életművét gondozó kulturális és tudományos alapítvány kuratóriumának elnökét, illetve az alapítvány kurátorát, Balogh Tibor urat. A Habsburg Történeti Intézet előadása az Arcképek az osztrák-magyar monarchiából című portrésorozatunk része. Rendezvényeink a monarchia világát reprezentáló, feldolgozó, ábrázoló szereplőket és szerzőket mutatják be. Célunk, hogy ezeknek a látszólag ismert személyiségeknek egyfajta emberi arcélét, teljesítményük korabeli megítélését és emlékezetüket is felvillantsuk. Ma Kárvin Ákos, az MNL országos levéltárának főlevéltárosa tart előadást Vekerle Sándorról, a Magyar Királyság első polgári származású miniszterelnökéről. Kárvin Ákos 2007-ben főiskolai, majd 2009-ben egyetemi oklevelet szerzett az Eszterházy Károly Főiskola történelem szakán. Doktori tanulmányait az ELTE új és jelenkori magyar történelem programján kezdte meg 2009-ben. 2011 és 12 között a német felsőoktatási csereszolgálat ösztöndíjasa a berlini Humboldt Egyetemen. 2015-ben summa cum laude minősítéssel védte meg Vekerle Sándorról és a monarchia valuta reformjának kezdeteiről szóló disszertációját. Kutatási területe a dualizmus kori politika, gazdaság és jogtörténet. Előadásának címe, ahogy a kivetítőn is látható, Vekerle Sándor, a dualizmus korának háromszoros miniszterelnöke. Mai alkalommal röviden, tömören, a szűkre szabott időkeretben próbálom meg felvázolni, bemutatni azt az életutat, amit Vekerle Sándor gyerekkorától egészen haláláig, illetve hát a három alkalommal miniszterelnöki posztot betöltő csúcs időszakát is elemzés alá vonva. Szóval ez a tervem, hogy ezt szeretném önöknek elmondani. Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani Kozári Mónikának, aki az ötletadója volt ennek az előadásnak, és hát nem utolsó sorban Gerő András professzor úrnak, aki meg is valósította ezt az ötletet, illetve ezt a kedves invitálást is megtette személyen felé. Először arról szeretnék beszélni, hogy Vekerlének milyen gyökerei vannak, honnan származik, és milyen ifjúkora volt. Vekerle egyébként egy német sváb családból származik, a 18. században érkeztek Magyarországra, és egy úgymond vegyes házasságnak a gyermeke, hiszen édesapja sváb-német származású, édesanyja pedig magyar származású volt, Szép Antónia, édesapja pedig idősebb Vekerle Sándor. 1848-ban született Móron, és itt is nevelkedett, és ide járt a kapucinusokhoz, egy katolikus családban nőtt fel egyébként, és a kapucinus rendi szerzeteseknél végezte alsó tanulmányait, majd innen kerül Székesfehérvárra, és itt a ciszterci rendű gimnáziumban járt 1859 és 1867 között. Hát úgy mondhatnánk, hogy albérletes diák volt, kosztos diák volt, és két idős hölgynél lakott, akik nagyon kedvelték őt, mert úgy keverte a bort, hogy kevés vizet öntött hozzá, és viszonylag erős maradt az egyveleg, és így ez nagyon tetszett, elnyerte a hölgyeknek a tetszését. Önkénzők körbe járt egyébként itt, és a képen látható Horváth Mihály munkáját, a 25 év Magyarország történetéből című kötete volt a legfontosabb olvasmánya, és tett rá egyébként jelentős hatást. És egyébként a kiegyezéshez közeledve szembe került a továbbtanulásnak is a kérdésével a fiatal Vekerle, és ő egyébként orvos szeretett volna lenni, tehát egyéni ambíciói őt az orvosi pálya felé terelték. Azonban a képen látható Vajda Ödön, aki későbbi Zilci főapát volt, ő egyébként itt a Székesfehérvári gimnáziumban, ő latint és görögöt tanított, és ő beszélte rá a szüleit, hogy hát ne orvos legyen ez a fiatalember, hanem legyen jogász, hiszen egy polgárfiúnak sokkal könnyebb ezen a pályán érvényesülnie, és ott folytasson tanulmányokat. Hát a szülők megfogadták a tanár úrnak a javaslatát,
és Budapestre iratkozott be a Magyar Királyi Tudományegyetem, akkor jog- és államtudományi karára. Az nagyon fontos egyébként megjegyezni, hogy nagyon jól tanította Vekerlét, ugyanis, hogyha a minisztériumban olyanok akartak beszélni a Popovics Sándorral, a későbbi jegybank elnökkel, a Magyar Nemzeti Bank első elnökével, hogy nem akarták, hogy értsék a kollégák, akkor latinul beszélgettek egymással a minisztériumban. Itt láthatunk egy képet a fiatal Vekerle Sándorról 1867-ben, amikor a sikeres érettségvizsgát teljesítette, majd megkezdte tanulmányait, akkor még Pesten. A városegyesítés előttre gondolok itt. És ezen a dián azt szeretném bemutatni, hogy ma ugye úgy mondanák, hogy a hallgatói önkormányzatban is aktív szerepet vállalt a fiatal Vekerle, de ugye a joghallgatókat segélyező egylet bizottmányának volt tagja, hogy pirossal bekarikáztam, hát ez egy nem jól mondtam, szóval bekereteztem azt, hol láthatjuk őt. Hát érdekes módon Szimplavérrel van írva a neve, esetleg ez ilyen furcsaságra adhat okot, de láthatjuk, hogy ő is sok más hallgató egyetemben benne volt ebben a bizottmányban. Azt szeretnék elmondani, hogy ebben az időszakban, tehát 1867 és 1870 között járta az egyetemre, és akkor a 1865 után megnyíló országgyűlésbe ellátogatott, mint fiatal egyetemista, és hallgatta az ott felszólaló politikusokat, például Andrássy Gyulát, vagy Deák Ferencet, azonban az ő nézeteikkel, felfogásukkal nem igazán tudott azonosulni, hanem sokkal szimpatikusabb volt neki Tisza Kálmánnak a felfogása. Azt tetszett neki, hogy Tisza nem támogatta a közös ügyes rendszert, és egyfajta nemzeti gondolat fogalmazódott meg benne, amely Vekerlének nagyon szimpatikus volt. Viszont két kifejezetten komoly tanárember, illetve politikus, ha mondhatom így is, volt rá kifejezetten nagy hatása. Az egyik a képen látható Kausz Gyula volt. Kausz Gyula a gazdasági kiegyezéssel kapcsolatos tárgyalásokban szerzett hírnevet, viszont ő ebben az időszakban az Osztrák-Magyar Banknak volt az alkormányzója, majd Vekerle pénzügyminiszteri időszakában pedig az Osztrák-Magyar Banknak a főkormányzója volt 1892 és 1900 között. És amikor befejezte a tanulmányait, az egyik szigorlatát nála, tehát Kausz Gyulánál teljesítette a fiatal Vekerle. A másik pedig Kerkápoly Károly volt, aki keveset tanított már az egyetemen, mert inkább politikusi pozíciójára, pályára koncentrált, ugyanakkor viszont egy ismeretség alakult ki kettőjük között. És ez miért volt fontos? Hát azért, mert a munka világában rajta keresztül vezetett az út, hiszen Vekerle egy kérvényt fogalmazott meg, abban a részletet itt a dián tudnak olvasni, hogy ő bizony a pályáját, az egyetem befejezését követte, amit ténylegesen befejezett, ő a pénzügyminisztériumban képzeli el, és ennek hangot is adott. Ugyanakkor a pénzügyminisztériumban éppen volt megüresedett pozíció, és nem fogalmazó gyakornokként, hanem fogalmazó segédként kezdte meg a pályáját 1870-ben. Az fontos elmondani, hogy egyébként ő itt, mint rengetegféle berkében a minisztériumnak dolgozott, de ő itt tulajdonképpen nem politikusként tevékenykedett, hanem ugye egy szakértelmiségként, egy pénzügyminisztériumi alkalmazottként kezdte pályáját, és 17 éven keresztül dolgozik itt a pénzügyminisztérium különböző osztályaiban. És akkor pár gondolatot arról, hogy milyen családja volt, honnan származott ő. Mikor egyetemista volt, ismerte meg leendő feleségét, a Zemplén megyei Molnár Viktor volt a csoporttársa Vekerlének, és volt neki egy húga, aki 1856-ban született, a Gizella, és nagyon beleszeretett ebbe a fiatal lányba, azonban az édesapa nem engedte, hogy az akkor még pályáját kezdő hivatalnokkal összeházasodjon, és várnia kellett arra, míg anyagi biztonságot tud nyújtani a lányának, így 1877-ben engedélyezte a papa a Frigyet, és akkor házasodtak össze. 8 éves korkülönbség volt a két fiatal között. Házasságukból egyébként 4 gyermekük született, azonban közülük csak 2
illetve meg a felnőtt kor. Az első fiúk ifja Bekerle Sándor, aki a papához hasonlatos módon nevelkedett, jogot tanult, majd képviselő is lett, és akkor esetleg emlékeznek rá, vagy hallottak róla, hogy ő a Horthy korszakban a rövid ideig pénzügyminiszter is volt, tehát valamennyire az édesapa nyomdokaiba is lépett, valamint volt egy másik fiúk is, Géza, aki az első miniszterelnökségi ciklusának a végén, novemberben látta meg a napvilágot. Géza azonban nem kevés érdeklődött a jog világa iránt, ő katonai pályára lépett és ott teljesedett ki. Pár szót az ő fizikmiskájáról, megjelenéséről. Itt Gárdonyi Géza még első miniszterelnöki ciklus alatt ír egy pár gondolatot arról, hogy hogy nézett ki ez az ember. Hát az érdekes, hogy ennyire pontosan tudta a súlyát, tehát hogy ezt nem tudom, hogy honnan tudta meghatározni, de ezt leírja az Arany Morzsák című művében, illetve leírja azt, ugye, hogy a korban kevésbé szokott volt, hogy nem volt neki se bajusza, se szakálla, és annyira ugye ez nem olyan furcsa volt számára. Itt idősebb korában Temes megyei birtokán Klopódiában látható, amit a feleség Gizella hozott a házasságba, ezt a birtokán, és itt már a második miniszterelnöki ciklusát, tehát 1910-et követően láthatunk róla egy közös fotót. Fontos az, hogy a fiatal Bekerle, hogy beilleszkedjen a pénzügyminisztérium világába, kapcsolatokat tudjon építeni, a Szabadkőművési Páholynak tagjává is vált, két páholynak is a tagja volt a 70-es, 80-as években. Azonban, hogy egyre haladt előre a minisztériumi szamárlétrán, így ennek a páholytagságnak kevés, illetve azzal kapcsolatos elvárásoknak kevéssé tudott eleget tenni, ezért ő megszüntette, szüneteltette az 1800-as évek közepétől a tagságát. Emellett még egyébként egyetemi oktató is volt, tehát itt ugye a Magyar Magyar Tudományegyetemen, tehát itt Budapesten, Pesten a jogi karon tanított tulajdonképpen csak gazdasági jellegű tárgyakat, amelyekben ő igazán otthon érezhette magát, és egyik alkalommal, amikor vizsgáztatni ment az egyetemre, még olyan fiatal volt, hogy az egyik hallgató meg is kérdezte, hogy maga is abban a marha bizottságban van, és mondta, hogy nem, én a másik marháknál vagyok. Na és akkor hogyan indul az ő politikai karrierje, hogyan kezdi meg ő a politikusi pályáját? A képen látható Szapári Gyula, ő 1878. decembertől 1887. februárig töltötte be a magyar királyi pénzügyminiszteri pozíciót. A magyar történetírás kicsit szerintem kacsmódon őt nem a legjobb színben tünteti fel, hanem egy kiváló kvalitású politikusnak mutatja őt be. Azonban kicsit kizárólag komoly politikai, illetve gazdasági tehetsége volt, mert az államháztartási hiánynak a felszámolásának a megkezdésében komoly szerepe volt. Azonban ő 1887-re úgy gondolta, hogy meg szeretne szabadulni a tárcájától, és lemond a pénzügyminiszteri pozíciójáról, illetve ezzel egyidejűleg az ő államtitkára Köffinger Frigyes is visszalépett a pozíciótól, hiszen Köffinger jelezte, hogy azt a fajta bizalmi kapcsolatot, ami miniszter és államtitkár között van, ezen túl már nyilván nem élvezni, és emiatt ő lemond erről a pozícióról. És mi történik ekkor Bekerlével? Hát Bekerlének valószínűleg már más tervei voltak, hiszen az 1870 és 17, bocsánat, 87 közötti időszakban, a 17 évben valószínűleg úgy gondoltak, hogy elég volt a pénzügyminisztériumból, hiszen egy külföldi bankcsoport felkérte őt, hogy bankot szeretnének alapítani Magyarországon, és ennek a pénzcsoportnak legyen a tagja. Azonban Bekerle nem vállalta el ezt, mert közben Baross Gábor is, a közlekedés és közmunkaügyi miniszter a Tisza kormányban felkérte, hogy legyen az államtitkára. És ezt el is vállalta volna Bekerle, azonban volt egy kikötése, hogy minden ügynek, ami a Baross elé kerül, az rajta keresztül kell, hogy átmenjen, de azt Baross ebben nem egyezett bele, és így nem vállalt el, de Baross nem engedte el Bekerlének a kezét, és minden áron szerette volna valamilyen hivatalba, pozícióba
helyezni őt, és ekkor a Magyar Királyi Államvasutaknak az általános igazgatósági pozícióját, igazgatói pozícióját ajánlotta fel neki, és ezt elvállalta vele, és 1887. januárjában a minisztertanács jóvá is hagyta ezt az előterjesztést. És ebben a millióban, tehát amikor ő már fél lábbal távozóban volt a minisztériumból, akkor mond le a Szapári Gyula, aki valószínűleg maga ajánlotta a képen látható Tisza Kálmánnak a figyelmébe a fiatal Vekerlét, hogy hát szerintem nem biztos, hogy ült, hogyha ezt a fiatalembert, ezt a srácot elengedjük a minisztériumból, hanem tegyünk valami komoly pozícióba, tehetnénk egy komoly pozícióba is, hiszen vannak érdemei. És Tisza hajlott erre. Nem először az ő 15 éves miniszterelnökség alatt fordult elő az, hogy nem volt neki pénzügyminisztere, és akkor is maga látta el ezt a pozíciót, ekkor is maga, de nyilván a miniszterelnöki teendő mellett kevéssé volt ideje arra, hogy pénzügyekkel, adópolitikával, államháztartás hiány felszámolásával foglalkozzon, ezért egy államtitkára volt szüksége, és ekkor Vekerlét hívta erre a pozícióra, és erről Mikszáth Kálmán a következőképpen tudósított, aki már ezt egyébként 14-én történik, mert ő már 10-én lejegyzi ezt a Tisztelt Ház című munkájában, hogy hát van egy ilyen furcsa, fizimiskájú ember, nincsen neki se bajusza, se szakálla, és hogy hát erre eddig nem volt precedens, mert eddig bajusztalan ember még nem ült államtitkári székben. És tehát ebből is hogy újfajta megjelenés kölcsönzött talált a Tisztelt Háznak addig meg nem szokott, addig furcsa, illetve elnézést, belekavarodok itt a saját mondandómat, szóval egy ilyen új megjelenés kölcsönzött ezzel. Viszont valószínűleg a pozíció nagyon komoly volt, mert hogyha lentől a karénak az alsó részében az első embert nézzük, az maga Tisza Kálmán, és mellette balra ülve kell le, mint államtitkár a házban, ez még a régi képviselőháznak a felvétele, tehát ez most a mai olasz intézetben lenne, vagy zajlana, hogyha vissza tudnánk menni az időbe. Miért volt Vekerlére szüksége? A Szapári által, mármint a Tisztának, a Szapári által megkezdett utat valakinek folytatnia kellett, magyarul az államháztartás hiánynak a kezelését be kellett fejezni, hiszen a deficit, az mindannyian jól tudjuk, hogy nem egy jó dolog, és hogy lehetne ezt megcsinálni. Erre Tisza egy 3 éves programot hirdetett, amiben az volt a cél, hogy adóreformot kell végrehajtani. És hát minek is lehetne legjobban az adóját megreformálni, vagy emelni? Nyilván a cigarettának, a dohánynak, illetve az alkoholnak. És hát ugyanez a kép 1889-ből származik ez a karikatúra. Viszont jól látjuk, hogy hát egy trafikos Vekerlét ábrázolnak, aki cigarettát árul, alkoholt és dohánytermékeket, és ugye nyilván ezeknek az adóknak a csúcsajáratásával meg lehet szüntetni az államháztartási hiányt. És ez volt tulajdonképpen neki a legnagyobb feladata. Ugyanakkor még azt szeretném elmondani, hogy ő egyébként nyugat-európai mintára, főleg belga mintára, nem csak, hogy kormánynak a tagja lesz tulajdonképpen államtitkár, hanem képviselő is lesz, hiszen 1887-ben indul a képviselőválasztáson, és Nagybánya választókerületben meg is választották őt, és onnantól kezdve már képviselő, tehát belépő tulajdonképpen a politikába. A munkájának és eredményeinek köszönhetően Tisza megbízott benne egyébként, és emiatt 1889-ben őt két másik társával együtt, erre mindjárt kitérek, miniszterré emelte. A képen láthatjuk, hogy a Szapári Gyula a földművelési és iparügyi miniszter lesz, ő a bal oldalon láthatjuk egy szivarkával a kezében, a másik oldalon a Szilágyi Dezső, aki az igazságügyi tárcát fogja birtokolni, és középen ugye a két tenyerébe temetve arcát pedig Vekerlét, akinek a cipőjének a talpájára van írva, hogy pénzügy, tehát innen tudjuk azt, hogy ez a három új miniszterrel gazdagodott a Tisza, vagy a késő Tisza kabinet. És Vekerlének kinevezésekor ezt maga Tisza mondta róla, hogy annyira megbízott benne, hogy minden döntésével tulajdonképpen azonosulni tudott és egyetértett ezzel. Ugyanakkor a Tisza Kálmán 1890. márciusára
nem tudta tartani tovább a saját pozícióját. Természetesen 15 év alatt sokszor felállította lemondását, hol megfontolásból, hol taktikai okokból, de most az uralkodó ezt elfogadta, és egy új minisztert, elnököt nevezett ki, Szapár Gyula személyében. Erről viszont itt egy karikatúrát is hozta, amikor a két juhász ugye egy átadás, átvétel van, és ugye hát a valamiért birkának vannak ábrázolva a politikusok, én nem tudom, hogy miért, és itt nyilván a Szabadelvű pártnak a tagjai kerülnek átadásra az új juhásznak és az új miniszterelnöknek. Ennek a tányájnak a tagja egyébként Vekerle is, aki megtartja pozícióját a kormányban, és pénzügyminiszter marad, és a Tisza kormány végúráiban kezd hozzá az igazán nagy jellegű reformjához, az aranyvalutának a bevezetéséhez. Ez egy nagyon hosszú reform, illetve nagyon sok szála van. Talán annyit kell előről tudni, hogy három pólusnak, tehát az osztrák pénzügyminiszternek, a magyar pénzügyminiszternek és az osztrák-magyar banknak kellett kiegyezni abban, hogy ezt az korábbi pénzt, az osztrák értékű forintot meg lehessen reformálni, és aranyalapra lehessen helyezni a pénzt. És hosszas tárgyalásokat követően ez 1892-ben sikerült, és 92. augusztus 2-án az uralkodó szentesítette az ezzel kapcsolatos törvényeket, és ugye ő magát is láthatjuk a pénznek a egyik oldalán. Magyarországon magyar nyelvű veretet vertek, a Ausztriában német nyelvűt, illetve volt papírpénz is forgalomban. Ez egy 1910-ben forgalomba hozott bankjegy egyébként, pénzjegy, ami talán a legszebb numizmatikai szempontból, vagy lehetek egy kicsit önző, akkor számomra a legszebb, és ennek ugye természetesen két oldalon van, az egyik magyar, a másik pedig németül szólt. És hogy hogyan ábrázolták őt a karikatúra lapokban, talán erre egy nagyon jó példa a Der Floh. Ez a Der Floh, ez olyan, mint nálunk a Borszám Jankó, Kakas Márton, Ludas Matyi, és ugye ez a Bolha című karikatúra lap, amit őt egy új brazilként ábrázolják, aki szórja a pénzt, hiszen rengeteg van neki, főleg arany, és egy sikeres ember, aki ugye ennek köszönhetően miniszterelnök is lesz. És hát ekkor érkezünk el tulajdonképpen az ő háromszoros miniszterelnöki ciklusának első stációjához, amikor ugyanis miniszterelnök lesz belőle, de hogyan is lesz belőle miniszterelnök. Hát egyrészt ugye a Szapári kormányban már van erre indítatás, hogy az állami és egyház funkcióit szétválasztja, azonban a Szapári ő inkább a katolikus egyháznak az előjogait szerette volna megtartani és kevésbé hozzányúlni ehhez. Ő egy olyan konstrukcióban gondolkozott, hogy nem kötelező lenne a polgári házasságkötés, hanem egy fakultatív lenne. Ehhez egyébként Vekerle is csatlakozik a kezdetekben, azonban a Csáki, Albin, Baross Gábor, illetve Szilágyi Dezső hármas, ő azt mondja, hogy hát igazán ez liberális államon ilyen nincsen, hanem kötelezővé kell tenni, hiszen egy polgári átalakulásnak egyik fontos eleme lenne ez, azzal együtt, hogy lehetne válni, ami korábban nem volt lehetőség, lehetne felekezeten kívülnek lenni, vagy illetve az izraelitákat is be lehetne emelni, hiszen 1867-ben megtörténik az emancipáció, de a levett vallások sorában nem iktatták az izraelitát. Ugyanakkor más kihívások is terhelték az ő első ciklusát, például ekkor halálozik el Kossuth Lajos, illetve folytatódnak a millenniummal kapcsolatos építkezések. Itt pár gondolatot összegyűjtöttem a magyar kultúrharccal kapcsolatban. Én talán annyit emelnék ki, hogy a német kultúrharc, ami 1870-es években zajlik, az egy sokkal erősebb, sokkal több nyomot hagyott tulajdonképpen a német politika történetben, mint a magyar. Mi ugyan kultúrhasznak nevezzük ezt, de talán egy picit erős kifejezés arra a fajta harciasságra, amely itt a társadalom, vagy akár a politikai életben zajlott. Látjuk azt, hogy vannak kísérletek a kormányzatnak részéről arra, hogy ezt például az elkereszteléssel kapcsolatos kérdést, vagy az izraeliták a házasságkötésével kapcsolatos kérdést rendezik, azonban ezek nem megfelelő módon mennek át, vagy egyáltalán nem is valósulnak meg. Így a Szapári kormány pontosan ezen bukik el, és 1800
92. novemberében a politikai elit folyamatosan audienciára megy az uralkodóhoz, aki azt a benyomást kapja, hogy hát igen, tulajdonképpen ez a Vekele sikeres ember, hát megcsinálta az államháztartás egyensúlyának megteremtését, illetve hát bevezette az aranykoronát is, és úgy látszik mindenki támogatja, és én is hajlok arra, hogy az egyházpolitikai csomagot, reformcsomagot kormányprogramra engedjem, ezért ugye őt fogom kinevezni miniszterelnöknek. És ez meg is történik 1892. november 17-én, és innentől kezdve megalakítja kormányát. Hát nagyrészt ugye a Szapáry által itt kabinetet veszi át, és kezdik meg a törvényeknek az előkészítését. Itt a képen ugye a Ferenc Józsefet is megkoronázó Simor János érseket látjuk, illetve Csáky Abin grófot, aki a kultusztárcáért volt felelős a Szapáry, illetve a Vekerle kormányokban. Itt pedig 1891. októberében kinevezett esztergomi érseket, Vaszary Kolost látjuk, aki valamennyire békülékenyebb, engedékenyebb volt a politikával kapcsolatban, mint mondjuk az elődje Simor János volt. Itt pedig a 1890-es évek közepére, mondjuk az, hogy 93-94-re, itt ezek a reformcsomagnak a részletei egy politikai válságot hoztak a felszínre, és ebből ez a szintén egy osztrák karikatúra alapból származó képpel próbálok meg utalni, hogy hát ugye a klérusnak a pásztorbotjait kell átugrolni a Vekerle Sándornak, és tudja azt, hogy hát ugye a cél ugye a civil él, tehát a polgári házasság, és ugye hát ezt kétkedve nézi mind a katolikus egyház, mind a zsidóság, vagy akik megjelennek a karikatúrában. Ugyanakkor viszont az uralkodó, aki ezt engedélyezte, hogy kormányprogramra kerüljön, mégis vonakodva állt ahhoz, hogy ezeket a törvényeket szentesítse. És a kormánypárt, illetve az uralkodó közötti viszony megromlik, és 1894 májusának végén benyújtja a lemondását a kabinet. Ezt az uralkodó elfogadta, és Kuhn-Hédervári Károlyt nevezi ki miniszterelnöknek, és ő viszont nem tud kormányt alakítani, ezért ismét Vekerlét nevezi ki az uralkodó miniszterelnöknek, aki érzi azt, hogy az uralkodó elveszítette a belé helyezett bizalmát, és valamilyen dealben, valamilyen egyességben gondolkodik az uralkodóval. És az első három törvényt, amelyek fontosak, azokat beterjesztik, és az uralkodó, ha ezt az uralkodó szentesíteni fogja, akkor le fog mondani a kormányt. Tulajdonképpen ebben állapodnak meg, és 1895. januárjára megtalálják az utódját, és valamennyire félsikerrel így ér véget tulajdonképpen az ő első miniszterelnökség. A képen Szilágyi Dezsőt látjuk, ahogy ugye a polgári házasságnak stilizált alakjának, mondjuk így, hogy udvarol, illetve itt a képen azokat a törvényeket látjuk, amelyeket először az első hárman ugye az év végén kerül szentesítésre, másik kettő, utolsó kettő pedig már Bánfi Dezső miniszterelnökség alatt szentesít az uralkodó. Még pár gondolatot azzal kapcsolatban, hogy milyen hatások érik az ő első kormánya alatt, például ugye, hogy a Kossuth Lajos halála, a magyarok Mózesének halála 1894. március 20-án, az uralkodó hallani sem akar róla, hogy állami gyászszertartás jusson ennek az embernek, a magának Kossuth Lajosnak, hiszen ugye ők nem, tehát ez, mindenki ismeri ezt a történetet, nyilván nem lehet megadni neki azt a fajta állami által generált végtisztességet, amelyet mondjuk más politikusok megillettek volna. Vekerének viszont van, ezt meg kellett oldani, hiszen egy nagyon elismert, egy ájdolja tulajdonképpen a magyar politikai közönnek, illetve a társadalomnak, és ő azt a megoldást választja, hogy nem a kormányzat, hanem a főváros fogja őt eltemettetni, amelyhez természetesen a kormányzat is titkos csatornákon anyagi forrást biztosított. Itt láthatunk még képet az ő Kossuth Lajosnak a temetéséről.
valamint az első ciklus lezárandó, még a millenniummal kapcsolatban szeretnék pár gondolatot összefoglalni, hiszen a millenniummal kapcsolatos építkezések Fekerle első miniszternöki ciklusának idején is zajlanak. Ugyanakkor fontos az, hogy az ő egyik alkotása, ha lehet így fogalmazni, akkor az a műcsarnok volt, az innen nem is messze található műcsarnok. A fáma szerint azt annak a kerületét, vagy annak az alapjait az ő és a fia, az a nagyobbik fia Vekerle Sándor mérték ki, és ennek alapján építették fel ezt az épületet. Az 1896-os millenniummal kapcsolatos eseményeknek zsűritagja is volt, tehát ennek aktívan részt vesz, majd ugye amikor lemond miniszterelnöki pozíciójáról, a következő választások 1896-ig megtartja a képviselői mandátumát, azonban az uralkodó a közigazgatási bíróság elnökének nevezi ki, és onnantól kezdve a felsőházban folytatja politikai tevékenységét. Az 1895 és 1906 közötti időben a magyar mágnásoknak megfelelő gazdálkodással foglalkozik birtokaim. Dánoson, a mai Dánszent Miklóson, illetve Csíkharaszton vannak birtokai. Itt például a lovait nagyon kedvelte, és a lovakkal kapcsolatos igen, lótenyésztésre fog, lehet ezt egyszerűbben is mondani. Jó, és akkor nézzük meg azt, hogy mi történik az 1906 és 1910 közötti időszakban. Ez neki a második miniszterelnöki ciklusa, ugyanis az 1905. évi választásokon a 30 éve uralkodó, vagy is fel, kormányzó párt, a Szabadelvű párt elbukik, elveszíti a választásokat. Ugye a színes térképen azért jó, mert hogy a piros színnel jelzett függetlenségi párt nyeri a választásokat, ugyanakkor viszont az uralkodó nem engedi, hogy ez a párt kormányt alakítson, és Tisza István pozícióban hagyja, majd azt követően pedig Fehérvári Géza lesz a korábbi sok éven keresztül honvédelmi miniszter, lesz a miniszterelnök. Itt még pár gondolatot arról, hogy egyrészt a nemzetiségeket hogyan ábrázolják az osztrák alkotók, akik ezt a karikatúrát ábrázolják. És talán a legfontosabb nekünk ugye Kossuth Ferenc, aki a magyar glóbuszon, tehát a közepén ül és hegedül. Az osztrákok nagyon féltek Kossuth Lajostól, illetve Kossuth Ferenctől, a képen látható Kossuth Ferenctől, Kossuth Lajosnak a fiától, mert úgy érezték, hogy ezekkel a kossuthi eszmékkel kokettálnak a magyarok, ami nem sok jóra vezethet. Itt egy kis versikét írtam ki a karikatúráról, ami ugyan utal arra, hogy nem biztos, hogy a legjobban érzik magukat ezek a nemzetiségek a magyar korona országában. És akkor visszatérve a fonalra, itt a 1905-ben kinevezett miniszter, ugye miniszterelnök Fehérvári Géza báró, aki rendeleti úton próbál kormányozni, de sikertelen időszak a Magyarországnak, ha szabad így fogalmazni. Ugyanakkor viszont a Szabadelvű pártból már korábban kilépő politikusok, például ifjabb Andrássy Gyula, vagy Darányi Ignác, illetve a függetlenségi pártból maga Kossuth Ferenc köré szerveződő ellenzék az, aki szeretne változásokat, illetve kormányt alakítani. Ez olyan módon sikerülhet nekik, hogyha a képen látható Kossuth Ferenc lemond az ő politikai programjáról, tehát arról, hogy Magyarországnak önálló vámterülete legyen, vagy Magyarország egy önálló vámterület legyen, illetve az önálló nemzeti hadseregnek a kérdéséről, vagy pedig az önálló nemzeti bankról. Ezen a híres audencián paktumon, amelyen ő részt vesz, ő ezt megteszi, ugyanakkor erről a politikus társait a függetlenségi pártban nem tájékoztatta. És a korábban említett politikusok, mint ifjabb Andrássy Gyula, Kossuth Ferenc pedig azt javasolják az uralkodónak, hogy egy kipróbált 67-es politikust próbáljon meg kinevezni miniszterelnöknek, akik ebben a koalícióban, akik a következő kormány fogják alkotni, tehát függetlenségi párt, katolikus néppárt. Ez a katolikus néppárt pont azért jött létre, hogy a Vekerle által tető alá hozott
egyházpolitikai törvényeket eltöröljék, illetve hát a újdonsült alkotmánypárt, amelyben egyébként Bekele is belép, kormányt alakítsanak. És ezt 1906 áprilisában sikerül, és kinevezi az uralkodó másodjára is miniszterelnöknek Bekele Sándort. És itt ezen a képen ugyancsak tart egy képet a választáshoz szeretnék mutatni, hiszen 1906-ban tartanak választásokat, és ugye itt is a döntő többséget, tehát mondhatjuk azt, hogy egy kétharmados többséget szerez az országgyűlésben ez a koalíció. És milyen kihívásokkal kell szembenézni a Bekelének, illetve kormányának? Hát egyrésztről ugye a gazdasági közösséget biztosítani kell Ausztria és Magyarország között, tehát meg kell születni a vámiskereskedelmi szerződésnek. Valamint ugye szociális kérdések sorával azt kell szembenézniük, amelyekre választ kell adniuk. Valamint ugye ekkor van az ennek az időszakban, 1908-ban van az annexiós válság, amire szintén meg kell felelni ennek a kormányzatnak. És annak, hogy ő hogyan nézett ki ez a kormány, arról ez talán szintén egy osztrák karikatúra alapban megjelent karikatúra tud a legjobban beszélni helyettem. Bekelét ugye primásként ábrázolja, aki ezt a koalíciót vezényli. Őt magát ugye hegedűn láthatjuk, a bal szélen Polónyi Géza látható igazságügyi miniszter, a magas úr az Aponyi Albert, cimbalmon ifjabb András Imrát látjuk, és ugye nagybőgön pedig magát Kossuth Ferencet. És Bekele pedig a jelleméből fakadóan ők próbált összetartani ezt a kohéziót, ezt a koalíciós kormányzatot. Ugyanakkor viszont Vladimir Beck báró osztrák miniszterelnököt követően a képen látható Bine Schwerling lesz az osztrák miniszterelnök, aki egy alkalommal a íróval, Herzeg Ferenccel, akkor mi fiatalember Herzeg Ferenccel beszélgetett, és megkérdezi tőle, hogy hogyan tudja magát tartani Bekele, illetve mi a lehetősége kormányozni egy ilyen eddig nem kipróbált koalíciónak. És hát ő azt találja mondani erre, mint hogy Herzeg Ferenc, hogy addig tudja magát tartani, amíg ugye az ígéretei le nem járnak neki. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy milyen szociális lépéseket tett. Talán ugye a legfontosabb a Bekele telepnek a létrehozása. Tehát ugye 1900-ra a századforduló Budapestnek, akkor Székesfővárosnak a lakossága megemelkedik. A 900-as évekre közelíti az 1 millió főt, 910-re pedig meg is haladja azt. Tehát így Budapest a nagy metropoliszok, európai metropoliszok sorába emelkedik. Ugyanakkor viszont mondjuk így, hogy vidékről Budapestre áramló munkavállalóknak nem rendezett a lakhatása, nem rendezettek a lakhatási körülmény, és ennek az enyhítésére egy szociális programot kezdenek meg, és ez pedig ugye a Bekele telepnek a kivitelezése. Annak, hogy ez minél olcsóbban, minél hatékonyabban működjön, a pénzügyminisztériumnak a tisztikarából lesz az, aki megtervezi, illetve az építkezések is az olcsóságra, illetve a kivitelezhetőségre minél olcsóbb, hatékonyabb megoldás, lebonyolításra éleződnek ki. Arról, hogy milyen lakások, illetve milyen összetétel voltak a mondjuk így kertvárosnak a tervei, arra talán az a legfontosabb, hogy egy 22 ezer fős lakosságnak próbált otthont biztosítani. Itt egy kép arról, hogy már 1914-ben ugye így nézett ki akkori Bekele telep, illetve egy kép arról, hogy manapság hogyan néz ki. Látjuk, hogy egy szabályos szerkezete van, és egy külön gyöngyszeme talán Budapestnek, hogyha lehet ezt mondani, vagy szabad így ezt elmondani önöknek. És azt szeretném még elmondani, hogy 1910-re, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy már 9-re az ő kormányának igazság szerint elfogyott alóluk a talaj, mert ez az eddig kipróbálatlan koalíció nem volt kifejezetten sikeres. Nem tudtak megegyezni ugye a gazdasági kérdésekben és hadügyet érintő kérdésekben sem, és ezért Bekele benyújtja a lemondását már 1909 tavaszán. Azonban az uralkodó ezt nem fogadja el. És
amíg nem találják az utódját, 1910-ig ő hivatalban marad, és végül is 1910-ben második a miniszterelnöki ciklusát befejezi. Innentől kezdve ténylegesen családjával törődik, a lótenyésztéssel foglalkozik, és a birtokai mellé ekkor már a cséfharaszti birtoka is csatlakozik, tehát három, tehát vagy ha úgy nézzük, akkor a klópódiai birtokai is megvannak így, tehát négy olyan birtoka van, ahol gazdálkodhat, illetve az idejét töltheti. Fontos az, hogy a politikától nem teljesen szakad el, hiszen például Popovics Sándor, vagy Talóczi Lajos, vagy Sztereny József tartják vele a kapcsolatot, eljárnak hozzá a Dánosi birtokára is, tarokkoznak, és akkor a politikai eseményekről őt tájékoztatják. És a világháború közepette, egyébként ő nem támogatta a világháborút, egy német barát politikusról van szó, de nem szerette volna, hogy Magyarország hadba lépjen, ő azt szerette volna, hogy távol maradjon a háborútól, mert úgy gondolta, hogy az infláció az nagyon meg fogja gyengíteni Magyarországot, illetve a monarchiát is, és ő szerette volna már 1914-ben megírja azt, hogy nem érdemes bele sodródni a monarchiának a háborúba. Itt viszont 1917 nyarán a Tisza István visszalép a miniszterelnöki pozíciótól, és Eszterházy Móricot nevezi ki az uralkodó, aki közel két hónapig tölti be ezt a pozíciót, viszont ő is a választójoggal kapcsolatos polémiában, ezt hozzá kell tenni, nagyon nehéz helyzete volt Eszterházy Móricnak, hiszen a 1910-ben tartottak utoljára választásokat, amikor a Nemzeti Munkapárt nyerte meg a választást, és a törvényhozásnak a többségét, a többségi képviselőt őt biztosították. És alkotmánypárti színekben alakított kormányt Eszterházy Móricz, akinek a kabinettjét 1917 nyarán Vekerle átvette. És számos olyan kihívással kellett megküzdeni, mint például a földosztás, vagy a választójognak a kérdése, illetve az adóreformnak a végrehajtása. Az a lényeg, hogy ő tulajdonképpen Tisza Istvánnal folytat tárgyalásokat arra vonatkozóan, hogy mennyire bő választójogot tudjanak engedni, mennyire tudják új választókkal gazdagítani a választójogosult polgároknak a körét. Ugyanakkor viszont Vekerle nyitott arra liberális meggyőződésre, hogy igen, széles körnek kellene ezt biztosítani, viszont Tisza István nem szeretné azt, hogy mindenki számára nyitott legyen ez a terület, tehát ezen folyik tulajdonképpen a vita, és a képen is erre, a karikatúra is erre próbál utalni, hogy ugye egy kezével Tisza Istvánt, a másikkal pedig ifjabb Andrássy Gyulát presszionálja, hogy így mondjuk. Viszont az ő habitusára vonatkozóan is szeretnék itt egy kevésbé ismert idézetet hozni. Itt a Vindisgrész Lajos, 1918-ban ő bekapcsolódik a politikába, és miniszteri tárcát vállal a harmadik kormányában, és itt tulajdonképpen arról beszél, hogy Vekerle az utolsó pillanatban is a dolgozószobájában és valami adóreformon dolgozik, ugye nyilván a világháború közepett, valami másra is jó lenne fókuszálnia, de ő arra figyel, hogy egy tulajdonképpen személyjövedelmi jellegű adóreformot hajtson végre, és ezzel igazságosabbá téve a közterheket. Viszont ugye 1918 őszére a kormány, illetve hát maga tulajdonképpen a monarchia sem tudja tartani magát, és 18. október 24-én Vekerle lemond a miniszterelnöki pozícióról, és visszavonul a politikától. A 18-19-es év fordulóját Magyarországon itthon tölti, barátai javaslatára sem hagyja el az országot, és azonban 1919 márciusában a tanácsköztársaságot kikiáltását követően másnap már jönnek érte, és a kőbányára viszik a gyűjtőfogházba, ahol sok más társával együtt raboskodik, például Lánczy Leóval, vagy Mikes püspökkel, vagy Sztereny Józseffel, aki ugye a második, illetve a harmadik ciklusában mindig mellette volt. Azonban egészségügyi állapota megromlik, és az időskori cukorbaj jelei mutatkoznak rajta, és ezért őt a Városligeti Parkszanatóriumban helyezik át áprilistól, és ott tölti egészen augusztusig úgymond fogságát, és a fia közbenjárására
kerülő ki 19. augusztusában a börtönből, vagy illetve a Park szanatóriumból. Ez a betegség tulajdonképpen elhatalmasodik rajta, és az ekkor az én tudomásom szerint 130 kilós ember, vagy 50 kilós férfire folyt le az 1921-es évre, és a kórházban leírja a végrendeletét 1921. augusztusában, és 26-ban pedig el is halálozott. És hogy milyen emlékezete van Bekerlének, arról az adás utolsó felében szeretnék röviden szólni. Próbáltam keresni azt, hogy milyen utcanevek vannak, amelyek az ő emlékét őrzik, mind a fővárosban, illetve mind más települések tekintetében. Azt látjuk, hogy Budapesten kettő utca van, amely az ő nevét őrzi. Az egyik az 5. kerületben, a másik a 23. kerületben található, illetve vannak más városok is, ahol hát reméljük nem Zsák utcát, de hanem valamilyen frekventált utcanevet, egy utcát kapta, viseli az ő nevét. Így ugye Debrecen, Hajdúszoboszló, Maglód, Makó, illetve szülővárosa Mór. És hogy hol vannak neki szobrai? Nyilván a Kóskároly téren, tehát a 19. kerület kellős közepén található egy mell szobra, amelyet a Vekele társaskörnek a kezdeményezésére hoztak létre, illetve készült el. Valamint a legnagyobb szobra, szintén Móron a szülővárosában 2011-ben állított szobra található az Erzsébet téren. Valamint még azt szeretném elmondani, hogy számos egyesület van még az ő szülővárosában, aki az ő emlékét próbálja egyébként őrizni. Talán ezek közül kiemelkedik a Vekerle Sándor életművét gondozó kulturális és tudományos alapítvány, akik a tavalyi emlékében számos programmal járultak hozzá az ő emlékének a megőrzéséhez, és itt a jelenlévők ezzel kapcsolatban akár szurlapot is tudnak elvenni, akiket ez érdekelne. És fontos még azt megjegyezni, hogy van is egy felsőoktatási intézmény is, amely az ő nevét viseli, ami nem más, mint a Vekerle Sándor üzleti főiskola. Hát én ezzel a mondandóm végére értem, hogy ezzel szeretném megköszönni szíves figyelmüket, és örülök, hogy elmondhattam mindezt önöknek. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük Ákosnak az előadását, és következő rendezvényünk a Budapest 150 programsorozatunk részeként fog jelentkezni, méghozzá május 16-án. Császtvai Tünde irodalomtörténész tart előadást Szexuális turbulenciák Budapest nagyvárossá válásának első évtizedeiben címmel. Kövessenek minket Facebookon és Instagramon, hallgassák vissza előadásainkat podcast csatornánkon, illetve visszanézhetik a YouTube-on és a Facebookon is. Köszönjük a figyelmüket!